Orbán Viktor szerint ma Magyarország képviseli a rendet az egyre inkább rendetlenné váló Európában. A kormányfő a budai várban tartott tisztavatáson értékelte a brit népszavazás eredményét. Azt mondta, az Egyesült Királyság kilépése miatt újra kell és újra is fogjuk gombolni az európai kabátot. Rezzenéstelen arccal fegyelmezetten álltak a reggeli 30 fokos hűségben és tűző napsütésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem leendő tisztjei. Az ő fegyelmezettségüket állította szembe Orbán Viktor Európa rendetlenségével. A miniszterelnök szerint a mai rendetlen Európa képtelen megoldásokat találni a határokat ostromló illegális migránsok, a virágzó embercsempészet és a terrorizmus által jelentette kihívásokra. Orbán Viktor szerint az ezek elleni küzdelemben nagy szerepe lesz a most esküdtett rendőr, tűzoltó és vámtiszteknek is. Minél inkább sikerül önöknek megőrizni a rendet és a rendezettséget Magyarországon, annál nagyobb mértékben javul majd hazánk pozíciója a nemzetek versenyfutásában. A miniszterelnök szerint Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból új helyzetet teremt. Újra kell és újra is fogjuk gombolni az európai kabátot. Orbán Viktor ezúttal egy sok példával igyekezett megvilágítani az új európai kihívásokat. Ha leveszünk egy figurát, akkor az egész játék megváltozik. És ha egy tisztet veszünk le, már pedig az Egyesült Királyság tiszt az európai politikában, akkor mindent újra kell gondolni. Orbán Viktor is részt vesz kedden a brüsszeli uniós csúcson, ahol az Európai Unió állam és kormányfői David Cameron brit miniszterelnökkel közösen tárgyalnak az Egyesült Királyság kilépéséről. A szerdai informális csúcs találkozón azonban már a brit kormányfő nélkül egyeztetnek az unió jövőjéről.